Üdvözlöm kedves nézőinket a Lólépésben, Sakmagazinban. Varga Péter nagymesterrel, jó magam Gunyát Zoltán szeretnénk Önöket tudósítani a megye és a világ legfontosabb sakkeseményeiről. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk a megyei egyéni bajnokságról és a megyei csapatbajnokság állásáról, küzdelmeiről, mutattunk érdekes partikat, most a megyei csapatbajnokság tól fentebbi szintre szeretnénk lépni, ugyanis lezajlott egy forduló az NB2 küzdelmeiben. Ez azért volt különös jelentőségű, mert a megye két NB2-es csapata egymással mérkőzött meg, Tiszavasvári odahaza fogadta Tiszavasváriban a Nyiregyházi Sportcentrum csapatát. A Tiszavasvári csapata kisé hátrébb helyezkedik el a mezőnyben. Ö, hozzávetőleg azt kell tudni a Tiszavasvári csapatáról, hogy a, a csapat. Második fele is majdnem olyan erős játékos, mint a csapat első fele, míg a Sportcentrum elől erősebb, hátul pedig érezhetően gyengébb játékosokat sorakoztat fel, ahogy az szokott lenni a, a többi csapatnál is. Tehát érdekes küzdelmet ígért a két megyebeli csapat. Amennyiben Tiszavasvári elől ki tudja tartani a sportcentrumot, akkor, akkor hátul esélye van nyerni, és épp úgy a, a sportcentrum pedig, hogyha hátul tudja tartani a, kisvár, a Tiszavasváriakat, akkor elő tud nyerni. Hát a mérkőzés ö, nyíregyházi sikert hozott, a nyíregyházi sportcentrum csapata 7,5-4,5 arányban le tudta győzni a, a remekül küzdő hazai csapatot. A nyíregyháziak két partit vesztettek, én voltam az egyik vesztő, ezt azt hiszem meg kell, hogy említsem. Ellenfelem jól játszott, én pedig ö, annyira nem. A csapatbajnoki fordulónak a küzdelmeit még nem tudjuk bemutatni, tehát ö, nem jelentek még meg a partik az interneten, nem elérhetők, ezért erről nem tudunk partit bemutatni, azonban a megye legjobb játékosai közül ö, azt hiszem, mostanában Orosz robin nem mutattuk be egyetlen partiját sem, aki ezüstérmes volt a megyei egyéni bajnokságon. Robiról tudni kell, hogy egy munkácsi fiatalember, aki hát 8-9 éve sakkozik a nyíregyházi csapatban, ö, régi fidemester már, és ö, meglehetősen erős játékos, egy pár évvel ezelőtt, amikor a nyíregyházi csapat az nb 1 b ben küzdött, akkor például éppen a jelenlegi magyar olimpiai csapatnak a tagját, Gledula Benjamint verte meg a szicíliai védelemben egy rendkívül érdekes partiban. Péter, szeretném átadni neked a szót, hogy milyen partit mutatsz nekünk Robitól. Hát egy tavalyi partit találtam, amit a megyei vagyis a nemzeti csapatbajnokságban játszott, és nagyon-nagyon érdekes és nagyon látványos parti volt, és ezt szeretném a nézőknek bemutatni. Tehát világosan játszott orosz Robert, és Juhász László volt az ellenfele sötéttel. Ez is egy Nyíregyházi Sportcentrum Tiszavasvári mérkőzésen zajlott a megelőző ez, bajnok igen. évadban ez a parti. Egy kifejezetten, amint mondtam, jó parti volt, látványos érdemes megnézni. Ugye a skandináv védelmet fogjuk látni, de a világossal 4 kezdett ugye a király gyaloggal. Robert D5 következett, amire elütti D5, és vezérüti D5-tel folytatta sötét, ugye ez a ennek a megításnak a, ugye, az alapelve, tehát a vezérrel visszaütnek. Azért nem szokták ezt annyira sokan alkalmazni, mert nagyon gyorsan Kijön a vezér, és ugye ott veszít egy-két tempót itt az elején, fehér meg ugye nyer vele, viszont egy, ö, egy félig nyílt centrum alakul ki, tehát nem nagyon, nem nagyon tudják zártá tenni ezt az állást, úgy akár világosan, akár sötéttel. Huszár c 3 mal folytatta fehér, amire vezér D6 következett. Tehát itt azt hiszem, azzal is lehet számolni, hogy sötét hosszúra sáncol, és akkor az A8 bástya d 8 nak kerül, és nyomást fejt ki a D vonalon. Ö, olyan is szokott lenni, hogyha olyan szerkezet jön ki, igen. De általában itt inkább rövidre szoktak. Ha rosszul játszik világos, akkor, akkor nagyon gyorsan lehet, hogy huszárcélat futógén egy hosszú sánccal játszik, és e 5 fekete. Itt jól játszott világos, huszár F3-mal folytatta, ugye. Ö, nem olyan egyértelmű, egy picit jobb fehérrel ez az állás, de nagyon gyorsan ha nem tud mit kezdeni, fehér, akkor ugye elillanhat ez a pici előny, és ugye egy egyenlő állásból folytatódik a küzdelem. És elég uh, uh, ilyen, tehát elég nehéz belekötni a fekete szerkezetébe, az is érdemes megnézni ezt a partit, hogy hogyan és miként játszott a világos. Huszár f fejlődött fekete, amire D4 következett. Itt az egyik főváltozat az a futó 4 a másik pedig ez a C6-os felépítés. Fekete ezt a C6-ot választotta, amire Huszár e következett. Ez egy nagyon jó lépés, ugye a tervem a futó F4, vagy gyaloggal való f 4 jel történő betonozás annak a centrum Huszárnak. Ugye ezt Huszár BD7-tel fekete ugye megpróbálta kiszedni. Itt két lehetőség van, az egyik a futó F4, a másik a gyalog F4, sőt, bocsánat, akkor egy harmadik is, ami a partiban következett, az pedig Huszár C4. Tehát ugye elzavarta ezt a vezért onnan, ugye veszítette egy tempót vele, de a vezérnek is menekülnie kellett, ezért C7 jött, amire futó D3 következett, ugye kifejlődött világos, és Huszár B6-tal megpróbálta ugye cserélni ezt a lovát, meg a futónak az átlóját nyitni fekete. Huszár eljött el, visszajött. Itt most megint, hogyha Huszár BD7 jönne, ott már valószínűleg vagy gyalog F4, vagy futó F4 következne, most Huszár BD5 jött, sötéttel, amire Huszár üti D5 következett, és Huszár üti D5-re pedig elsáncolt világos. Tehát ezt, ha megnézzük, ez egy teljesen normális szerkezet, van a centrumban egy nagyon szép lova világosnak, a feketének még meg kell oldani a két futójának a fejlődését. A G6 egy logikus, normális lépés, amire ugye a futót, a, vezet, tehát a, szányra szeretné fejleszteni sötét. C3-mal ugye biztosítja a D4 gyalogot. Világos, F6. Én úgy gondolom, hogy ez egy picit, hogy fogalmazzak, túl optimista lépés. Inkább futó G7 és sáncot kellett volna játszani. Én úgy gondolom, hogy az lett volna a jobbik terv. Tehát ez, a, ez az F6, ez, persze, hogy elzavarja azt a lovat de ez azért nagyon meggyengíti a fekete királyállást még hogyha ez nem is nagyon látszik, hogy hogyan tudja kihasználni. Huszár F3-mal visszament, tehát én azt mondom, hogy azt lehetne mondani, hogy provokatív lépés volt, vagy az E5-ön ez a huszár, hogy f 6 meglépje, ezek általában nem szoktak jók lenni. És ugye egy picit az A2 G8 átló is meggyengül ezzel. Vezér B3 mindig gyilkos erővel tud Utó G7-tel fejlődött, fekete, amire Bástya egy ugye a félig nyílt vonalra tette, helyezte ezt a Bástyát, ott áll a legjobban, elsáncolt sötét, amire futó D2-vel ugye ki helyezte ezt a futót, ugye itt a C4 lesz majd a terv, és a huszárnak olyan nagyon sok helye nem lesz, vezér D6 következett, amire A3 jött, ugye most megint C4 lesz a tervünk, hogy nem mehessen B4-re az a huszárba, hogy addig sem nagyon mehetett volna, de ott az a terv, hogy C4, és hogyha elmegy a huszár, akkor futó B4 jönne, és ugye a D6 vezér és az E7 gyalogot támadja fekete. Tehát ez lenne a terv most. Ezért ugye B5-öt lépett fekete, hogy ne jöhessen C4. Ezzel viszont ugye egy picit meggyengítette a vezérszárnyát fekete, ugye a C8 futóval még nem fejlődött ki, ugye ezért a 4 jel azonnal, ugye, hogy úgy mondjuk tervet változtatott világos, és belekötött a, ebbe a gyenge B5-gyalogba. Futó D7 következett, amire ugye a AUTI B5 jött, Cüti B5, és ugye most, ha megnézzük, itt van az F6 gyalognak a, a hogy úgy mondjam, a, egy kicsit a hibája, hogy vezér B3 következett, és ugye kötésbe került az a D5-huszár, és ugye most még elvégbe a B5 gyalogot is támadta világos. Tehát itt hirtelen elég jól állt fekete, vagy fehér, bocsánat, és most bástya B8, mert szóval ugye megvédte a B5 gyalogot, az F bástyával ment b 8 és egy gyönyörű, szép, áldozatos lépés következett, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy szenzációs jó parti, válfajult ez a, ez a, középjáték. Bástya A6 következett, ami én úgy gondolom, hogy egy két felkiáltójás lépés, ami azt jelenti, hogy szinte nyerő lépés, nem nagyon tud jó nem tudja leütni. Arra vezérült D5-sak, király De. H8 és vezérült D7, tehát lovat és futót e, kapna Orosz Robi a bástjáért. Ami... És még az E7 gyalog is gyenge maradna, tehát ott a tisztek egyszer megennék a fekete haderőt. Ezért futó C6-tal próbálkozott, ugye? Fekete, hogy ugye D5 lovat védje, és egy újabb áldozat következett, futó F4-gel érkezett világos, Ugye ez megint egy gyönyörű lépés, ugye ha fehér vezér leütne, akkor bástyújti C6-tal a C6 futó ott ragadna, és a D5 huszár még mindig kötésben állna. Ugye ez megint nem nagyon tudott más lépni, E5 következett, ugye így kellett kivédenie, amire D üti E5 jött, ugye nyílik az állás feketére, F üti E5, és ugye megérkezett a taktikus futó üti E5, tehát ugye egész egyszerűen többször volt rajta ezen a gyalogon. Fehér futőti e És most, e, hát ugye huszárüti E5 se lenne olyan rossz lépés, de bástőti C6-tal egy újabb áldozat következett. Hihetetlen lépés. Ugye nem nagyon tud mit kezdeni. Fekete, futőti H2-vel ugye közbeiktatott, ugye legalább egy gyalogot kapjon azért a, ugye az előtt futót ott leütötte volna. Ha azonnal a bástát üti, akkor bástyűti e 5 jön, és a d 5 20 a bástya D8-al megvéde, akkor pedig futó e 4 gyel ugye hárommal támadja a D5 lovat, amit csak kettővel bír védeni fekete, és a D5 és 5 ugye lovat. futó üt D5 után, ugye az A8 bástya és a sak egyszerre, Igen, tehát visszajön a minőség is. is. Hát ott igen, ott gyakorlatilag azonnal nyerhetne. 20... De hitel kamatával bocsóg vissza az áldozat. Tehát anyag. egy újabb áldozat érkezett ebben, tehát ez szinte már a harmadik áldozat volt, ugye Huszárüti H2-vel folytatta. Világos vezérüti C6, ugye futó E4 következett, bástya d 8 al megvédte, de bástya d 1 el ugye, mint néztük, kötésben lévő figurát addig támadom, amíg ugye nem tudja megvédeni fekete, és ugye annyival, ugye hárommal támadjuk, bástya futó vezér, és fekete egyszerűen nem tudja a harmadik, az A8 bástyával megvédeni D5 lovat. Vezér C4-et lépte, kelletlen futó üti d 5 tel ugye gyönyörűen ezt szokták röntgen támadásnak is nevezni, ugye, hogy a futó az mögé néz a vezérnek. Bástya üti D5 következett, amire vezér üti C4, és ugye nem tud leütni D1-re, az lenne az mert igazi kötés van. Mert kötés van, ugye a D5 bástya. Közbeiktatással azt nem tudja visszatérni, b c C4-et kellett lépni, amire ugye básti üti D5, bástya B8, bástya D2 után pedig a tiszt ugye feladta. Fekete nem küzdött tovább, mondjuk teljesen felesleges is lett. Nem volna. is nagyon érdemes ebben az állásban már tovább küzdeni. Én azt hiszem, hogy Robi Juhász lacinak a pici kis hibáját mesteri módon használtak ki. Igen, igen. itt lehetett ülni. látni ennek az F6-nak a hibáját, ugye, hogy, a, hogy az A2 G8 mennyire meggyengült, és, én, és én nagyon gyönyörű áldozatokat láthattunk a, ebben a partiban. Nekem nagyon tetszett. Ez a milyen formát. érdekes, hogy F7 F6 lépést vezér B3-mal tud kihasználni, tehát a tábla másik sarkába tesz Igen. egy lépést, amivel amott a túloldalon keletkezett pont, illetve vonal Igen. Átló gyengeséget használ ki. A mesteri szinttől lépjünk a legmagasabb szintre, a nagymesteri szintre, minden évben, így idén 2018. januárjában is Európa csücskében, a Gibraltári sziklákon, Gibraltáron egy nagy világverseny szokott zajlani, amelyen idén is részt vettek a magyar sakkozók, pedig a legjobb női sakkozók és a legjobb férfi sakkozók közül is többen. Ezen a versenyen igazi világklasszisok is elindulnak, köszönhetően a gyönyörű környezetnek és a megfelelő premizálásnak, díjazásnak. Borultak a papírformák, így a magyar női válogatott Gara Anita női nagymester az első fordulóban a világos figurákat vezette egy igazi világklasszis ellen, Levon Aronyan örmény szupernagymester ellen, aki volt, amikor a világranglistát is vezette. Igazán felborult a papírforma, hiszen Levonjan, Levon Aronya nem tudott erőt venni Gara Anita hadán, és más papírforma felborítások is történtek. Egy másik nagy név volt, euh, Nigel Short, aki már nem annyira fiatal, már túl van az ötvenen, de még mindig rendkívül er rendkívüli euh, erejű sakkozó. Ő arról híres, hogy világbajnoki döntőt vívott euh, bő két évtizeddel ezelőtt Gari Kasparovval, sőt a világbajnok jelöltek döntőjében magát Anatoli Karpovot tudta legyőzni. Ez a világklasszis euh, nincs túl nagy euh, véleménnyel a női sakkozókról, és ennek gyakran hangot is szokott adni, bár volt, amikor mondjuk Polgár Judit revansot vett ezért a véleményért Nigel Shorton. Nos, Short nagymester több női sakkozóval is összekerült. Egy ukrán nagymesternő le is győzte Shortot, és sor került Garanita Hugának, Garatíciának a mérkőzésére is, aki úgy szintén döntetlenül végzett a sok száz értékszám különbség ellenére Nigel Sorttal. Sort véleményét nem ismerjük a partikról, de nem biztos, hogy az őszinte öröm jelei mutatkoztak a parti utána, a partik után az arcán. A versenyen nem csupán a szinte magyar női olimpiai válogatott vett részt, hanem férfi klasszisok is. Péter, te többet tudsz tőlem a Gibraltári versenyről. Kérlek, mesélj nekünk. Hát igen, nekem nagyon tetszett ez a verseny, ugye a világ egyik legerősebb nyílt versenyéről beszélünk. Nagyon-nagyon erős szuper nagy mesterek alkotják a mezőny elejét, de, de az utánok jövő nagy mesterek is nagyon-nagyon erősek, és ö, nagyon sok fiatal játékos játszik ezen a versenyen, és ö, itt tudják bontogatni szárnyaikat, ugye nem csak a fiatalok, hanem a nők is. Ö, tehát nagyon meg vannak becsülve ezen a versenyen a nők, nagyon jó díjazásuk is van, és nagyon jó feltételeket kapnak. Ugye? Milyen eredményeink voltak ezen a versenyen? Hát azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy a, a most per pillanat a legtöbb élővel, vagy legjobb magyar sakkozónk, Rapporti Hárde játszott ezen a versenyen, aki holt versenyben megnyerte ezt a versenyt, ő 10 forduló volt, és 7,5 és pontot szerzett, és ezzel negyedik lett. A rájátszásra is bejutott, ugye, az első négy játszott rá a végső győzelemért. Tehát a buholtszal szorult a negyedik Igen. helyre a 7 és fél pontosok között. Vagyis nem is annyira buholc, itt a, itt a performance, tehát performance. A, a, az élő teljesítményt e, vették figyelembe, és az alapján volt ő a negyedik. E, sajnos ott a kikapott a végső győztestől az Aronyántól, aki a döntőben a avasséleg a francák legjobbját verte meg. Tehát ő e, fantasztikus jó mérkőzéseket játszott, nagyon-nagyon veszélyes volt mindenkire, jár hogy mindenképp egy nagyon jó verseny volt. a Benjamin is nagyon jól játszott, ő is több mint 10 élőt nyert, nagyon erős 2700 feletti játékosokkal játszott elég sokat, és ugye a női válogatottunk is játszik, játszott ezen a versenyen, Ugye a, a garatestvérek, a Anita és Ticia, akiről már beszéltél, de ott volt Papp Petra és Lázár a Szidónia is, aki, akik gyakorlatilag a, a női válogatott. Az első táblásunk hiányzott, de ő is ugye... Magyarországi nagymester versenyen Igen, a emlékversenyen játszik, amelyik per pillanat ugye... Még folyamatban, folyamatban van. van. igen, és most zajlik. Tehát Emellett ugye nagyon-nagyon jó teljesítményt ért el az egyik ifjúsági játékosunk, a még csak 15 éves és idén 16 lesz Kozák Ádám, aki, aki nagymester normát ért el, tehát fantasztikus jól játszott, és, és ugyan, mint említettük, hogy Egred Ura Benyámin is most már több mint 10 élőt nyert, ő is az olimpiai válogatott tagja, és ugye még csak 10 9 éves lesz idén, tehát még mindig csak 18 éves, de, de azt hiszem, hogy júliusban lesz 19 éves, tehát ő is fantasztikus. Róla azt kell tudni, hogy uh, tavalyi évben a, az ex világbajnokot verte meg Visvonatan Anand személyében és ezen is a, a versenyen. A, azon a verse, ezen a versenyen Gibraltáron, tehát, uh, tehát azzal világ hírnevet szerzett magának. Uh, most én mindenképp szeretnék egy olyan partit majd bemutatni, a, ahol tanulhatunk Rapport Rihártól, akinek a stílusa egy extravagáns, és nagyon-nagyon élvezhető játékot játszik, és gyakorlatilag mindenkire veszélyes. Ugye még a, az aktív világbajnokot Magnus Kázent is megverte, Tavaly évben, és, 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 hogyha nagyon jó formában van, senki nem lehet el henne biztonságban, tehát a, a legszuperebb nagymesterek is. Ugye itt a versenygyőztesét Aronyant is verte már többször német csapatbajnokságon, tehát szinte már mindenkit vert meg. Tehát ezt kell látni, és egy, egy nagyon egy viszonylag pozíciósabb parti, de ott is egy fantasztikus stratégiát, fantasztikus tervet fogunk tőle látni. Tehát világosan játszott Raport Richard, és az angolok válogatottja ellen, Hovell David ellen játszotta ezt a partit, aki itt is nagyon jól szerepelt ebben ezen a versenyen. 7 ponttal itt a, 7,5 pontosok mögött végzett, azt hiszem Holt versenyben, azt hiszem 8. helyen végzett. Világosan D4-je nyitott Richard, 20 F6 következett, amire c 4 jel folytatta világos, G6, Huszár F3, következett futó G7, és G3-mal, ugye világos is szájra fejlesztette a futóját, C6-tal egy zártabb állást épít ki fekete, Huszár C3 következett, és D5-re pedig vezér B3. Tehát ez a Grünfeld védelem. Grünfeld védelem, ugye ilyen C6-os és G3-as változatta, és ugye vezér B3, ez egy ugye azonnal a, ugye a d gyalogot, meg a C4-et is megvédi, tehát ez egy kifejezetten jó változat. Vezér B3 következett, amire elsáncolt fekete, futó G2-vel folytatta világos, és vezér B6-ra pedig világos is elsáncolt. Ugye az alapelveket követi fehér-fekete, és Bástya d 8 ugye a D5 gyalogot vette szemügyre itt e, sötét, vagyis megvédte, meg akár még a D4-et is, amire futó D2 következett, ugye kifejlesztette az utolsó futóját, és az az értelme, hogy az F bástyával szeretne majd a C vonalra menni, és az A pedig ugye majd az A vonalon hagyni egy darabig. Futó E6 következett, amire huszár A4, kifejezetten jó lépés, ugye, valamit tenni kell azzal a vezérrel, leütött ugye B3-ra, vezérüti B3, A üti B3. Most úgy tűnik, hogy le lehetne ütni a C4 gyalogot feketével, de arra huszár B6 lépés jönne és nyerne. Leigazolná a bástyát. Igen, ugye ott kötésben van az A7 gyalog, és A üti B6-ra pedig ugye bástyüti a 8 ugye ütne vissza, vagy ütné le fehér a fekete bástyát. Ezért nem lehet ugye a C4 gyalogot leütni, huszár A6-tal fejlődött fekete, amire Bástya FC egy következett, ugye most megvédte, ugye már nem az A van megyek, mert ugye az A vonalon félig vonalon áll, természetesen az F Bástya, amelyik nem játszik, azt helyeztük c 1 mezőre, hogy védje a C4 gyalogot. Huszár e 4 ugye fekete, ugye berakta a centrumba a huszárját, futó A5 következett, ugye ez tempóra jön. Most B6 azért nem lenne annyira jó lépés, mert ott az a A6, A6 huszár, a helyzete ugye meggyengülne, és ugye annak nem lenne a támaszpontja így most. Bástya dc8 következett, amire e3 jött, és ugye a fekete ott nem nagyon tud a vezérszányon, ugye minden, a legtöbb fehér tiszt ott van, ezért elindult a király szányon, g5-t lépte, amire huszár d2-vel kiszedte a jó figuráját világos feketének, huszár üti d2, és hutő üti d2 következett, amire ugye G4 jött, ez talán nem a legjobb lépés, talán egy picit pontatlan, és erre futó F1, fantasztikus lépés, hogy ez a terem, hogy le akarok D5-re ütni, majd pedig A6-ra, és C5-ön ugye szép támaszpontot kapna az a fehér ló. Ezért D üti C4 következett, amire B üti C4, de ugye így most fenyeget B4, és egy gyönyörű szép játékot kapott világos a vezérszárnyon. Tehát itt egyértelműen fehér már jobban áll, Ugye c 5 tel próbálta a centrumot egy kicsit megbontani fekete, de ugye így meg a nagy átló gyengült meg, és futó G2-vel ugye most már visszább helyezte a futóját egy sokkal jobb helyre, fehér, amire bástya a B8 következett, és erre megindulhatott D5-tel előre, és ugye hatalmas centrum fölény harcolt kivilágos ezzel magának. Futó D7 következett, ugye futó C3-mal ugye aktivizálta ezt a futót is, világos futóüti A4 következett, amire bástya A4, és a feketek nehéz jó tervet találni, bástya d 8 al próbálta meg, ugye a nem játszó bástyáját egy picit a hatodik sorra helyezni. H3 fantasztikus lépés, ugye megbontja a fekete állását, ugye azt a gyalogot eltünteti, amelyik leszorította. G H3 következett, esetleg egy H5, hogy hát H5 -e valószínűleg, Igen, arra valószínűleg h 5 ig h 5 ig következett volna, és futó E4 F5-tel elgyengült volna az a G4 gyalog. Tehát ezért nem szeretett volna, vagy akár futó f 1 l e2-vel is, de pont az az alapja, ugye, igen, a Föt, az uh -huh, az, hogy a futó e4-re viszont nincs f 5 Tehát uh Azért pontosabb hogy -huh. a futó e4, 5 mert nem tud f5-öt lépni, és ott elgyengülne. És az megkéri, az hogy Bástya f8-ot lépjen. Igen, és ezért ugye nem nagyon tudta ezt a tervet választani. Fekete, ugye leütötte futóval a h3-at, amire Bástya d6 következett, és világosnak ugye gyalogjai hol vannak, centrumban indult előre. E4, ugye most E5, f 4 je hihetetlen nagy centrumra tesz futőti C3, legalább egy futót kicserél, bástőti C3, ugye bástya B6, és B3-mal ugye nem adja oda ezt a gyalogot, megvédi, ugye E5. Legalább, hogy még egy picit megpróbálja, ugye, ellenszerét ellenállni ennek a gyalogrohamnak, még egy picit tudott is, Bástya F3, ugye egy picit jobb helyre helyezte ezt a Bástyát, Király G7, Bástya A5, ugye itt nehéz jó tervet találni, H6, nem annyira jó, futó D7, ez egy nagyon jó lépés, aktivizálja a futóját, Bástya D6 következett, amire futó B5, és Huszár C7-tel, most üthetnéd, akkor ugye egyengülne ott a gyalog, Huszár üti B5 után, úgyhogy futó a 4 visszament, huszára a ugye e, megvédte a C5-öt, meg az A7-et is, és Bástya f következett, amire ugye f meg kellett védeni, és erre f f F4-gyel ugye felbontotta az e gyalogot, F4 következett, amire elüti F4, G üti F4, király G6, és most jött egy nagyon hihetetlen lépés, ami ugye elég szokták mondani, B4. Ugye az ember nem gondolna erre, huszára a gyaloggal lehetne ütni, egy gyalogütésre C5-C6 gyakorlatilag szétszedni az egész állását feketének, hogy csak huszára üthette, és nem is a C5 gyalogot ütött, hanem futó d 1 el egy hihetetlen új uh, helyet talált H5-ön ennek a futónak, és ez volt a szenzációs uh, terv. ára haltam, hogy valószínűleg egy rossz lépés volt, a cél, hogy a ott kellett volna hagyni. Futó H5 sak következett, király G7, ugye, amire e 5 Előre elszabadultak a gyalogok, hogy így mondjam, Bástya B6, Bástya B5 következett, Bástya G8, ugye hát ha valamit király F2, ugye Bástya üti B5, C üti B5, Huszár C7, ugye D6-tal ugye ment előre, Huszár üti B5, Bástya üti F6, Ugye most így gyalogforja van feketének, de gyakorlatilag azonnal feladás a helyzet, mert ez a három gyalogot beszalad. Bástya D8, Bástya F7 csak, Király G8, Bástya üti B7, A6, Bástya B6, C4, ugye Bástya üti A6, C3, és Bástya C6 után feladta fekete, gyakorlatilag az összes gyalogot leütötte, és bármikor megindulnak majd az, F gyalog, az a három gyalog, az eldönti a küzdelmet. Akár egy futó E2 és igen. üthető utána a céljára. Hű, nagyon-nagyon megverte. Nagyon szép teljesítmény volt. Gratulálunk tehát Rapport Rihád kiváló győzelméhez, műsorunk végéhez érkeztünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!